Sziasztok, Anzsi vagyok! Szeretitek a Balaton szeletet? Akkor tartsatok velem, mert a mai videómban megmutatom, hogyan tudjátok elkészíteni ezt otthon. Mielőtt elkezdem, ne felejtsétek el a feliratkozás gombot a videó alatt. Nézzük is a hozzávalókat! Ami kelleni fog nekünk a házi Balaton szeletünkhöz, az 1 deciliter tejszín, 13 deka puha vaj, 5 deka tejpor, 20 deka tejcsoki, plusz majd a bevonáshoz kelleni fog, vagy étcsoki, vagy tejcsoki, ki hogy szereti, én az étcsokit jobban szeretem. 8 deka porcukor, és ostyalapok fognak hozzá kelleni. Az első dolog az, hogy a tejszínt belöntjük egy gőz fölött lévő tálba, és beletördeljük a csokit. Ezt megvárjuk, amíg elolvad. Ezt most akár itt is hagyhatjuk. Nem kell túlságosan, hogy főjön vagy forjon a víz, elég, hogyha csak szépen lassan fő. Ezt most itt hagyjuk, jöhet a vaj. Tehát a vajat, a tejport és a porcukrot jól kihabosítjuk. Hogyha ez megvan, akkor megvárjuk, amíg a tejszínben elolvad a csoki. Tehát, ha a csokis krémünk felolvadt, akkor kezdjük el olvasztani a csokoládét a bevonathoz. Ezt ide kattintva találhatjátok meg. Hogyha nem hűtjük ki teljesen a krémet, akkor a vaj szinte azonnal el fog olvadni, ami nem túl előnyös számunkra. De ez már kihűlt, úgyhogy mehet is bele. És ezt most habverővel szépen összekeverjük. Hogyha teljesen csomómentes, akkor jöhet az ostyák megtörtése. Én most találtam ilyen kisebb fajta ostyalapot, de csinálhatjuk nagyból is, és majd a végén feldaraboljuk. Egy csokihoz egy 5-ös réteget kell összeállítani. Teszünk a krémből, ezt elkenjük. Következő lap. Kiskanál krém. Jelenleg így néz ki a Balaton szeletünk. Kicsit összenyomjuk. És ezt már csak le kell borítani csokival. Addig folytatjuk, amíg a krém el nem fogy. Tehát a végén nincs más dolgunk, mint az olvasztott csokival leönteni őket. Egy szilikonos ecsettel végigkenjük. Hagyjuk, hogy lecsorogjon. És ezután nincs más dolgunk, mint megvárni, amíg a csoki megszilárdul. Körülbelül egy órát voltak a hűtőben, annyi idő alatt szilárdult meg nekem a csoki teljesen. Úgyhogy most jöhet a teszt. Először is szétvágom ezt egy késsel. A nápolyi jó ropogós maradt, az állaga pedig nagyon hasonlít a Balaton szelethez. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon hasonló az íze, szinte már teljesen olyan, úgyhogy próbáljátok ki ti is, hogy tényleg olyan-e az íze. Hogyha sikerül, akkor osszátok meg velem Facebookon vagy Instagramon. Hogyha tetszett a videóm, akkor ne felejtsétek el nekem jelezni egy lájkkal, és találkozunk a következő videómban.
További szép napot, sziasztok!